Sziasztok! FPV Begyervék, és a mai videóban arról szeretnék nektek beszélni, hogy szerintem hogy lehet gyorsan és hatékonyan fejlődni az FPV drónozásban. Én is elkövettem a stribát, és sokan mások is ugyanazt elkövetik, hogy elkezdenek mindenféle drónokat vásárolni. Van mondjuk egy micro long range drónod, van egy tiny whoopod, van egy cine whoopod, van egy ötszörös drónod, van egy racer drónod, és akkor, amikor váltogatsz köztük, sok idő megszokod, hogy egyik vagy másik hogy repül, és emiatt visszamaradsz a fejlődésben, tehát több időbe telik, míg eljutsz egy adott szintre, mint másoknak, akik azonos drónokkal repülnek. Szóval azt tanácsolom neked, hogy maradj konzisztens, tehát hogy építs három elég hasonló drónt. Ami nagyon fontos, hogy ugyanaz legyen mind a háromnál a váz, tehát milyen elrendezésű a váz, és hogy néz ki, és milyen súlya van ezeknek a drónoknak. Motor, hogy hasonló kávéjú és hasonló méretű legyen, nem muszáj ugyanolyan márka, nem muszáj, hogy pont ugyanaz a specifikáció, de hogy mondjuk egy 2306-os 1700 kávés, vagy 1800 kávés, vagy 2500 kávés legyen hasonló a mind a három drónok. A súlyerő arányelosztás. Mondom a váznak az elosztása, hogy néz ki, hogy adott stick mozgások, hogy reagál, nagyon fontos, hogy megszokd. Kameradőlés, nyilván fontos, hogyha egyenesen mész, akkor adott sebességgel mész, azt megszokt, hogy ennyivel mész, és megszok ilyen dolgokat, amik fontosak, tehát a kameradőlés, a súlya a drónodnak, az elosztása a váznak, hogy reagál a stickekre a rétjeid. Én a Betaflight-nak a default rétjeit szoktam meg, és csak ezzel repülök igazából, ez megint csak, ha te más szeretnél, máshogy akarod, hogy reagáljon a drónod, akkor változtass a rétjeiden, és állíts be olyanra, amiért te szeretnéd, és szokd meg, és azon ne változtass. A kamera is viszonylag fontos, hogy milyen kamerával repülsz. Úgy értem, hogy milyen annak a kamerának a látószög, a gyújtótávolsága, ezek mind fontosak ahhoz, hogy konzisztensen megszokt, hogyha valami ott van, akkor tudod, hogy mennyi idő múlva fog hozzád érni. Tehát ezek mind azért fontosak, hogy ne azzal teljen el időd, hogy megszokt, hogy reagál a drón milyen dolgokra, hanem amikor már felszállsz, egyből tudod, hogyha ennyire megmozdítod a sticket, és ennyire fogod elhúzni arra, és annyi gázt adsz, akkor ezt fogja csinálni a drónod. Míg ha van mondjuk 4-5 különböző drónod, akkor sok idő, míg erre rájössz, hogy ez az a drón az hogy reagál, és mire megszokod, és mire jól tudnád kezelni, addigra összetöröd, és egy másik drónnal kell úgy lesz megszoknod. Szóval az a javaslatom, hogy építs három nagyon hasonló drónt. Legyen az ötszoros freestyle, legyen az ötszoros racer, vagy bármekkora, és ezeket használd föl legalább 1-2 évig, és akkor nagyon gyorsan, nagyon jól fogsz tudni fejlődni. Nem azzal fogod eltölteni a kint hasznos idődet, hogy megszokd, vagy beállítgasd a drónodat, vagy hogyha éppen összetörted az egyiket és ad kint szerelgást. Szóval ha kimész repülni, akkor legalább 2 drónt vigyél ki, de inkább 3-at, amik nagyon hasonlóak, és akkor nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan fogsz tudni fejlődni az FPV drónozásban. A szimulátort is próbáld meg úgy beállítani, hogy ez a 3 drónhoz azonosuljanak, és akkor tényleg, ha mondjuk rossz idő van, akkor otthon is tudsz fogni majd gyakorolni, és ezzel tényleg szerintem egy fél év alatt, de egy év alatt nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni, és nagyon sokat fog dobni majd a későbbi FPV karriereden, hogyha egy évet azzal eltöltöttél, hogy konzisztensen egy elég adott drónnal repültél, és te lehetsz a következő Johnny FPV, vagy Mr. Steel, például megnézed Mr. Steel-t, ő sem nagyon változott az elmúlt 5 évben a drónjain, nagyon hasonlóak, és emiatt nagyon gyorsan fejlődik, nagyon gyorsan megszokja a dolgokat, és ezzel tök jó eredményeket tud így elérni. Ennyiről szerettem volna beszélni a mai videóban, a következő videóig pedig jó repülést kívánok nektek, sziasztok!